Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, én Nemes Anna vagyok. Egyre súlyosabb a járványhelyzet Európa szerte. Lengyelországban, Ukrajnában, Szlovákiában és Csehországban rekordot döntött az új fertőzések száma. Németországban április óta most volt a legtöbb új megbetegedés. Világszerte már csaknem 37 millió fertőzöttről és több mint 1 millió 50 ezer halottról tudnak. Ismét rekordot döntött a napi koronavírusos megbetegedések száma Csehországban. Európában itt a legmagasabb a 100 ezer főre jutó koronavírus fertőzések száma. A kormány korlátozza a boltok nyitvatartását és a rendezvények szervezését, a gimnáziumok is bezártak. A szolgáltató szektor dolgozói tüntettek a kormányzati épületek előtt Romániában azután, hogy a hatóságok bezáratták az éttermeket és a bárokat a koronavírus miatt. Az egészségügyi miniszter szerint azonban a vírus már idős otthonokban és egészségügyi intézményekben is felbukkant, ami következménye lehet annak, hogy más helyeken, például éttermekben nem tartották be a szabályokat. Újra járványügyi korlátozásokat vezetnek be Moszkvában. Az intézkedésekre azért van szükség, mert 11.400-nál több új beteg volt egy nap alatt, és 191-en vesztették életüket. Ez a moszkvai orvos elmondta, hogy az emberek többsége nem veszi komolyan a járványt, pedig önfegyelemmel meg lehetne előzni a szigorú korlátozások bevezetését. A második hullám miatt újra bevezetett korlátozások következtében két évtized után először csökkenhet az izraeli gazdaság. 11% felett van a munkanélküliség, a 9 milliós országban mintegy 280 ezer koronavírusos megbetegedést regisztráltak. Az Egyesült Államok és India után Brazíliát csújtja legjobban a világjárvány. A latin-amerikai országban elérte az 5 milliót a regisztrált fertőzöttek száma, és több mint 150 ezeren haltak meg a koronavírus miatt. Szerencse a szerencsétlenségben Isten áldása, így nevezte Donald Trump, hogy elkapta a koronavírust. Az amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje. Azóta több szenátor és fehérházi alkalmazott is megfertőződött. Az elnököt kórházban kezelték, ahol egy fejlesztés alatt álló gyógyszert kapott, amitől állítása szerint azonnal jobban lett. Az ovális iroda előtt állva az elnök bejelentette, a célja az, hogy mindenki ugyanabban az ellátásban részesüljön, mint ő, és ingyenesen megkapja a gyógyszert. Közben elutasította Donald Trump azt a kezdeményezést, hogy a koronavírus miatt a következő elnökjelölti vitát virtuálisan az interneten rendezzék meg. Az alelnökjelölti vitát tegnap tartották meg az újraválasztásáért küzdő Mike Pence és demokrata kihívója Kamala Harris között. A vitába egy légy is beszállt. Látványos különbség volt a múlt heti kaotikus elnökjelölti vita és a szerdai alelnökjelölti megmérettetés között. Mr. Vice President, I'm speaking. A jelenlegi alelnöknek és kihívójának bizonyítani kellett, hogy szükség esetén alkalmasak az elnöki poszt betöltésére. Ugyanis akár a 74 éves Donald Trump, akár a 77 esztendős Joe Biden nyer, ő lesz a valaha volt legidősebb beiktatott elnök. A vitán nagy hangsúlyt fektettek a koronavírus járvány kormányzati kezelésére. A demokrata Kamala Harris szerint történelmi bukás volt, ahogy a Trump adminisztráció reagált a járványra. Mike Pence szerint viszont rengeteg amerikai életét mentette meg az elnök akkor, amikor leállította a Kínából történő beutazásokat. Az elnök az amerikaiak egészségét tette első helyre, mondta az újraválasztásáért küzdő alelnök. Többek között szó esett a rasszizmusról, abortuszról és Donald Trump adóügyeiről is. A vitához időközben egy új szereplő is csatlakozott. Mike Pence fejére egy légy szállt le, ami alaposan felbolygatta a közösségi médiát. Örményország szerint az azeri hadsereg egy történelmi székesegyházat bombázott a vitatott hovatartozású hegyi Karabakhban. A másfél hete dúló harcokban már több mint 300 ember halt meg, köztük civilek. Genfben közben tárgyalások kezdődnek az örmény-azeri konfliktus lezárásáról. Rakétával akarta kilőni az örmények egy Grúzia felé szállító olajvezetéket. Ezt állítja a bakui kormány, de a jereváni vezetés cáfol. Közben Azerbajdzsán örmény célpontokat lőtt a front közelében, az örményeket pedig azzal vádolta, hogy civileket vesznek célba. Otthon feküdtem, tévét néztem, a gyerekek pedig enni készültek, amikor hirtelen egy rakéta csapódott be, mondta egy azeri férfi.
A jereváni kormány szerint viszont az azeriek támadnak civileket, a főleg örmények lakta hegyi Karabakhban. A Szakadár állam fővárosában többen egy templomba menekültek a bombázás elől, mások pedig föld alatti óvóhelyekre. 11. napja vagyunk a pincében, a kormány élelmet küld nekünk, áram nincs, de van elég gyertyánk és vízünk. Ami hiányzik, az az, hogy tudjuk, mi folyik odakint, mondta egy helyi lakos. A francia külügyminiszter szerint most először a törökök is beavatkoztak a konfliktusba, ami nemzetközivé nőhet, ezt viszont el kell kerülni. Ezért az oroszokkal és amerikaiakkal Genfben, majd Moszkvában egyeztetnek a békekötésről és a szemben álló felek közti közvetítésről. Kölcsönösen előnyös az izraeli és dubai gyémánt kereskedőknek, hogy a zsidó állam és az Egyesült Arab Emírségek békét kötött. A Közel-Keleten Izrael és Dubaj a két legnagyobb gyémánt kereskedelmi központ, és az egész világon is csak Belgium és India előzi meg őket. A békekötésnek köszönhetően már hivatalosan is üzletelhetnek egymással. Harmadik ország közvetített eddig Izrael és Dubaj között, ha gyémánt kereskedelemről volt szó. Az emírségek bankjai le is állíthatták az üzletet, ha tudomásokra jutott a zsidó állam érintettsége. Sokan mondták, hogy Dubajból nem lesz gyémánt kereskedelmi központ, mert nem engedik ide be az izraelieket. A békével ez megváltozott, mondta egy dubai gyémánt cég vezetője. A dubai kereskedőknél sok izraeli érdeklődik, aki eddig főleg Antwerpenben üzletelt. Egy Dubajban székelő dél-afrikai céget pár hét alatt közel 50 izraeli vállalat kereste meg. Úgy tekintünk Dubajra, mint egy aranykapura, amelyen keresztül máshová is eljutunk. Hozzáférést adnak a szaudi, ománi és más arab piacokhoz, mondta az izraeli gyémántőzsde elnöke. A zsidó állam egészségügyi zárlat alatt van a koronavírus járvány miatt. Dubaj már feloldotta a korlátozások nagy részét, így a gyémántőzsde is zavartalanul működik. But this just adds more fluidity to the business. A béke megállapodás fellendíti az üzletet, de szerintem idén még nem látjuk ennek a hatását, mondta a dubai gyémántőzsde elnöke. Dubaj egyébként közel van Afrikához, ahol sok gyémántot bányásznak, és Indiához is, ahol a világ gyémántjainak 90%-át csiszolják. Magyar származású amerikai költőnőnek ítélték oda idén az irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia titkára közölte, hogy Louise Glück kapja a kitüntetést összetéveszthetetlen költői hangjáért, amely zord szépségével egyetemessé teszi az egyéni létezést. A 77 éves Glück apai nagyszülei magyar zsidók voltak, akik bevándorlóként érkeztek az Egyesült Államokba. A költőnő New Yorkban született, jelenleg Massachusettsben él. Ő a 16. nő, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Több versét magyarra is lefordították már. Riasztást adtak ki az Egyesült Államokban a mexikói öböl partjának egyes részeire, ahol vihardagályt okozhat a Delta névre keresztelt hurikán. A trópusi ciklon szerdán csapott le a Yucatán félsziget északkeleti partján lévő üdülőváros Cancún közelében, ahol a vártnál kisebb károkat okozott. Hosszú sorokban álltak a Cancún környéki szupermarketekben a mexikóiak, hogy feltöltsék a készleteiket. A Delta hurrikán megérkezése előtt a hoteleket is evakuálták. Ide terveztük a nyaralást, már jártunk itt, akkor minden jó volt, erre most jön egy hurrikán. Óvóhelyre megyünk, ahogy javasolták, mondta egy turista. A trópusi ciklon 2. fokozatúra gyengülve ért el a szárazföldet, 175 km/órás széllökésekkel Cancuntól délre csapott le egy horgásztelepülés mellett. Tulum és Lázaro Cárdenas nem szenvedett nagy kárt, de a távozó hurrikán még mozog, továbbra is itt van felettünk, mondta a kormányzó. A hétvégén egy másik gyengébb hurrikán is lecsapott a Yucatán félszigetre, ez a nő ezért mostanra halasztotta ide tervezett nászútját. A hatóságok mindent megtesznek, amit lehet ilyen körülmények között, mondta a nő. A Delta hurrikán megerősödhet a mexikói öbölben, vihardogályt és nagy hullámzást okozva a partjain. A csodával határos módon menekült meg egy hatalmas cápától egy ausztrál szörfös. Az állat már nagyon közel volt a deszkáján evező férfihoz, de a szörfös csak egy csobbanást hallott, nem látott semmit. Végül a cápa hirtelen meggondolta magát és elúszott. Valószínűleg az úszómesterek által üzemeltetett drón hangja riasztotta el, ennek köszönhetően úszta meg a támadást a szörfös. Ez volt a világhíradó, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!